beszélgessünk a követési távolságról, ha haladunk az autópályán, akkor követési távolsággal kapcsolatosan mi az, amire oda kell, hogy figyeljünk, hogyan határozzuk meg? Hát figyelj, a követési távolságnak egy a lényeg, hogy meg kell tartani, tehát már az összes többi az onnantól kezdve már fizika. Van egy olyan sajátossága a követési távolságnak, hogy a sebessége arányosan változik. Tehát ahogy nő a sebesség, akkor nagyobb követési távolságot kell tartanunk, ha csökken, akkor kisebbet. De egyébként meg azért fontos, mert lehet valakinek iszonyat jó reflexe, tehát hogyha azt érzi, hogy valamire föl van készülve, gyorsan tud cselekedni, de a reakcióidő az úgy néz ki, hogy észreveszem a bajt, kitalálom a megoldást, és elkezdem a cselekedetemet végrehajtani. Ez alatt általában ökölszabály szerint 1 másodperc telik el. Lehet, hogyha neked jó napod van, akkor 7 másodperc. Ha ugyanúgy neked holnap után rosszabb napod van, már rosszul aludtál, vagy valami, akkor lehet 1,5 másodperc. Tehát azt kell tudnunk, hogy 1 másodperc alatt mennyi utat teszünk meg, és ugye ezt nagyon nehéz érzékelni egy autópályás haladásnál. Az a legegyszerűbb módja egyébként, hogyha rám állsz az előtted haladóra, tehát szerinted a megfelelő követési távolságra, vagy megnézed, hogy átmegy a felüljáró alatt, vagy elmegy egy tábla mellett, és így elkezded mondani magadba, hogy 11-12. És hogyha akkor érsz oda te is ahhoz a táblához, ami ő elhaladt, akkor biztos lesz benne, hogy a másfél-két másodpercet tartod. Ha csak odáig jutsz el, hogy 11, akkor hogyha ők fékeznek, vagy az előtted lévő sor fékez, akkor vesztettél. Mennyire lehet megbízni a mai autóban, ugye nagyon sok kijelzi a követési távolságot, jelzi neked, hogy túl közel mentél. Ezek mennyire megbízhatók, mennyire lehet erre hagyatkozni? Az működik, az egy nagyon nagy segítség. De ott is úgy van, hogy most ugye típustól függően, tehát vagy szekundumba írja ki, vagy csak egyszerűen egy piros piktogram megjelenik, és ott elkezd világítani folyamatosan, azt jelenti általában, akkor vagy a másfél másodperces zónába. Ha villog, akkor már a vesztett kategóriát, akkor már az 1 másodperc vagy szűkebbre, vagy az előtted haladótól. Mi van akkor, ha én tartom a követési távolságot az előttem levő haladóval, de mögém megérkezik valaki? Akkor mit tudok tenni? Hát, amit most én is például az előtt tettem, hogy így beleállt a hátsónkba, és akkor leindexelek, mert volt egy bőven a külső sávba, és elengedem. És a kamion függöny mellett megyek el, ahol a kamionok sem tartják a követési távolságot. Hát akkor ilyetten nézed, és kihabálsz nekik, hogy kapcsold ki a Netflixet, légy szíves, tartsák követési távolságot, nem fognak. Tehát sajnos hurcolják magukba a baleseti veszélyt, az egyértelmű, mert itt ilyen dominó elindul be, tehát hogyha egyszer valamitől az előhaladó egyik kamionnak hirtelen fékeznie kell, mert valami történt, onnantól kezdve nincs esély, és a hátulról jövők, tehát minél hátulról ütköznek, annál nagyobb tempóval fognak beleütközni az előttük lévőbe. Igen, azt azért mondjuk el a kamionok esetében, illetve teherautók esetében úgy kötelezően annyi helyet kellene, hogy hagyjanak, hogy kényelmesen egy ugyanakkora jármű elférjen. Igen. Tegyük fel, hogy én haladok a belső sávban, mellettem van egy kamionfüggöny, nem tartják a követési távolságot, megérkezik mögém a gyors autó, látom, hogy nem tudok kimenni jobbra, tudok-e bárhogy jelezni a mögöttem lévőnek, vagy gyorsabbra vegyem a sebességet, mi a helyes ilyenkor? Hát én szerintem, hogyha ilyenkor, tehát annyit tudsz csinálni, hogy bölviszed a tempot, hogy minél előbb a kamionfüggönyt elhagyd, és le tudsz húzódni, az jó. Én ilyen különböző ilyen fény meg fékező jelzéseket nem adnék, mert az egyrészt megtévesztheti a mögöttem lévőt, meg másrészt baleset veszély. Ha már a követési távolságról beszélünk, akkor említsük meg azt, hogy ha én tartom a követési távolságot, és a külső sávból egy autó úgy gondolja, hogy ő előz, azt gondolja, hogy megfelelő helye van, és bevág elém. Igen. Bosszankodunk, összetett ujjal imádkozunk, tehát sok mindent lehet csinálni, de muszáj vagy ilyenkor neked is elvenni a sebességből. Tehát, hogy ő hozzá képest is el kell kezdened tartani a követési távolságot, hogyha a biztonságra törekszel, mert ő ugye nem tud már abban gondolkodni, tehát más fejével, hogy ez nem azért van, hogy ott táncoljunk, vagy bármit csináljunk abban a térben,
hanem hogy a belső sávban haladóknak ez a biztonságos követési távolság. Ennek van még egy sokkal rosszabb verziója, amikor mindezt mondjuk indexelés nélkül teszi meg, és amikor már kiszédült véletlenül ott 100-al vagy 90-nel a belső sávban, akkor elfelejti a gázpedált nyomkodni, pedig azért van egy olyan opció, hogy ha azt megnyomod, akármelyik járműnél, tehát 5. vagy 6. sebességi fokozatban is azért viszonylag gyorsan föl lehet gyorsítani a megengedetre, és akkor kevesebb ideig tartaná föl a mögöttes forgalmat, de sajnos ezt meg kell figyelni, hogy nem csak az autópályán, városban is, tehát ez a nagyon nem gondolkodnak más fejével, tehát mondjuk, hogy így önzőn viselkednek az emberek, de azért a közlekedés az egy társas játék. Igen, nagyon oda kell figyelni arra, hogy ez nem nekem van fenntartva az a hely, meg én még nem beférek oda, mert baleset lehet belőle, és egyébként vannak ilyen balesetek az autópályákon, hogy én még beférek oda, csak épp fellököm a kis teherautót, vagy a családot, aki a másik autóba utazik. Úgyhogy ha én a külső sávba haladok, szeretnék sávot váltani, és látom, hogy a belső sávban tartják a követési távolságot, akkor nem vágok be, hanem megvárom, amikor sokkal több helyen van, nagyobb helyen van, és biztonsággal beférek úgy, hogy nem veszélyeztetem a másikat, aki a belső sávban halad. Így van, mert ha meg mondjuk egy hétvégén egy nagyon intenzív forgalom van, vagy ilyesmi, akkor meg igazából nincs is túl nagy különbség a külső és a belső pálya, vagy a sávok közötti tempóban. Tehát, hogyha most ez egy fél perce vagy két perce később történik meg ez a sávváltás, gyakorlatilag 100 méterekbe fejezhető ki, hogy mennyit vesztettünk.